Szeretettel üdvözöllek titeket, sziasztok, Bódis Csaba vagyok. Ahogy ígértem nektek egy pár héttel ezelőtti élőadásomban, a barátaimmal és az üzlettársaimmal be fogunk mutatni nektek pár olyan kriptoprojektet, amit értelmesnek tartunk, és véletlenül sem tartunk átverésnek és scamnek, illetve ígértük nektek, hogy fogunk egy olyan videósorozatot csinálni, már látom, meg is érkezett Zoltán, szia Zoli! Szóval megígértem pár barátommal nektek, hogy fogunk beszélni és mesélni nektek arról, hogy miért kezdtünk el foglalkozni a kriptóval és a kriptotérrel. Jaj, most rosszul kattintottam. Igen, Zoli szeretne csatlakozni az adáshoz. Elfogadom. Hozzáadás. És ha minden jól megy, akkor tudjuk a Zolit is csatlakoztatni az adáshoz. Most elvileg neked kéne elfogadni, Zolikám. Én már is félig látlak, már félig betöltötte az oldaladat. Reméljük, hogy a többiek is fognak látni. Na, jelezzetek már vissza, kérlek titeket, akik nézitek az adást, hogy ti látjátok-e a Zolinak a kameráját, és halljátok-e, mert én egyelőre még csak magamat látom. Jó, úgy látom, a Zoli eltűnt. Zoli, akkor annyi, hogy a kommentbe próbálj már meg írni, hogy látod-e a gombot, amivel tudsz jelentkezni. Igen, elfogadom, itt van, hozzáadás, hát hogyha most enged. Igen, sajnos ez a franc Facebook szokott így kínlódni, van, amikor működik. Most és siker, szuper vagy. Van Isten, van bizony, ahogy Győzike mondaná. Oxi. Na, a lényeg, hogy egy pár szót mondanék is, vagy lehet, hogy a végén majd megvágjuk ezt az élőadást, hogy az elején ez a bénázásunk, kínlódásunk lemenjen. Mindjárt bemutatlak a nézőknek. Tehát egy pár hete csináltam egy élő videót, amiben megígértem a közönségnek és a nézőknek, hogy fogunk egy olyan videósorozatot csinálni, amiben be fogom mutatni a barátaimmal, illetve az üzlettársaimmal, hogy miért kezdtünk el foglalkozni egyrészt a kriptovilággal, a kriptovalutákkal, és az ebben rejlő lehetőségekkel, és majd fogunk olyan projekteket bemutatni, amiket értelmesnek tartunk, és véletlenül sem tartunk átverésnek és scamnek. Na most egy pár napja csináltunk a Stemmer Szilveszterrel egy videót, ahol arról beszélgettünk, hogy ő miért kezdett el foglalkozni a kriptóval, mi az ő miértje, és gyakorlatilag azért hívtalak meg, Zoli, ebbe az élőadásba, egyrészt azért, mert nagyon tisztellek, nagyon tisztelem a tudásodat és a hozzáállásodat, a világnézetedet, a világhoz való hozzáállásodat, az emberekhez való hozzáállásodat és az üzlethez való hozzáállásodat, és szeretném, hogyha egy kicsit az embereket bevezetnénk abba, hogy miért nem tartjuk annyira ördögtől valónak ezt a kriptót és a kriptoteret, és azt is beszéltük, mielőtt ezt az élőadást csináltuk, hogy majd egy olyan címet szeretnénk adni ennek az élőadásnak, hogy spiritualitás vagy digitalizáció. Emlékszel, ugye, hogy erről a kettőről szeretnénk, vagy szerettünk volna beszélni. És azt vettem észre, hogy az utolsó adásban, amikor a Szilveszterrel beszéltünk, utána rengeteg komment jött meg, privát üzenet, és látom az emberekben úgymond a félelmet, és látom a nagyon sok ellenállást. És elsősorban most arról szeretnélek egy kicsit kérdezni, hogy szeretném, hogyha egy picit te is bemutatkoznál a nézőknek, tehát mondanál magadról egy pár szót, és hogyha kicsit kifejtenéd, hogy te miért kezdtél el foglalkozni kriptóval, és mi a te miértet, hogy egy kicsit jobban megismerjenek az én nézőközönségem, mert engem már ismernek nagyjából, de szeretném, hogy téged is egy kicsit jobban megismerjenek. És akkor át is adnám a szót, hogy ezekről beszélj már, kérlek, nekünk egy picit. Igen, köszönöm szépen először is. Köszöntelek, Csabikám. Bocsánat, csak azon rögtem, hogy közben Grasszát itt a háttérben írja, amikor megbeszéltem vele, hogy ez most így az élet zajlik, Szeretettel köszöntöm majd a nézőket. Isten igazából a kriptóval miért kezdtem el foglalkozni? Hát mindig is vállalkozó szellemű voltam. Tehát annak ellenére, hogy alapvető művész ember vagyok, legalábbis végzettségemet tekintve, az élet rávitt arra, mint sokunkat, mindannyiunkat, hogy sajnos kutatni, keresni kell lehetőségeket. Egész egyszerűen, hogyha az ember előrébb akar jutni, akkor a kor szellemével kell haladni. És én ezt mindig tartottam, tehát én viszonylag
fiatal korom óta dolgozom, természetesen, és az élet úgy hozta. Ez van. És igazából magamnak kellett kijárni mindent. Tehát az önfejlesztési tréningektől kezdve, amit a mai napig végzek egyébként, mert azt gondolom, hogy a tudás nem állandó. Mivel a világ változik, ha a világ változik, és a tudásom ugyanazon a szinten van, mint 20 éve, akkor valójában a tudásom csökken. Ergo az a képességem, hogy fent tudjak maradni a vízen. Tehát, hogy egy minőségi életet tudjunk élni, amiben beletartozik a kerek egész. Tehát, hogy a család és a munka egyensúlya. És Isten igazából folyamatosan ezt kutattam, és akkor elég nagy sikereket értem el üzletileg, csak aztán valahogy, amikor már ott vagy a nagy-nagy dolog kapujában, sajnos belefutottam én is olyanba, és bizonyára többen itt a világban, bármennyire is vagyunk körültekintőek, hogy azért az ember tényleg úgy tanulja meg, hogyha élesbe el is bukja a dolgokat. Még akkor is, ha nem rajta múlott, vagy mindent megtett érte. Kétszer történt ilyen velem az életemben, és padlóra is küldött egyébként, tehát nem titkolom, tehát 5-6, valamikor 7 évig igazából csak vegetáltam. Mert egész egyszerűen azt mondtam, hogy nem lehet ennyire igazságtalan az élet, hogy az ember a belét kidolgozza, és csaló patkány emberek pedig kirántják a pénzt az emberek zsebéből. És jelenleg feltett szándékom azzal is, ezzel a sorozattal is talán, hogy felvilágosítani az embereket. Nincsenek felvilágosító előadások. Túl sok a sakál, aki a fókák között megpróbál érvényesülni, és nagyon sikerre. És aztán hát a kriptóval igazából én 2016-ban találkoztam, a koncepciója tetszett meg. Tehát valójában a blokkláncnak nekem a technológiai része, hogy egy központi szerver nélküli rendszer, ahol végül is különböző csomópontokon zajlik, most nem akarok nagyon kriptós zsargonokat mondani, de hogy az egésznek, és aztán én ezt nagyon komolyan tanulmányoztam, fejlesztési szinten is sikerült benne lennem belelátnom egy-két dologba, és egész egyszerűen nem kell ezt túl misztifikálni, mert ugyanúgy kódsorok, de ha van egy tisztességes blokklánc, ami tisztességesen működik, akkor ez egy nagyon nagy erőt tud képviselni a jövő vonatkozásában. Ez ugye 16 éve velünk van a bitcoin. Maga a kripto is azért már több mint 10 éve. Tehát én azt gondolom, hogy ez már nem fog eltűnni. Olyannyira nem, hogy hál' Istennek megjelentek a szabályozók, megpróbálják megvédeni a fogyasztókat, de még túl kevés az az erő, amit képviselni tudnak. És ezért gondoltuk, hogy valahogy ezt a kettőt össze kéne hozni, mert ugyan technológia dolog, de valahol a spiritualitási része annyiból benne van, hogy képez egy olyan teret a jövőt illetően, amiben igazságosan tudunk működni. Ja, tehát ami egy igazságos, akár elosztás alapú rendszer tud biztosítani egy megfelelően kezelt és jó szándékkal létrehozott akár blokklánc, vagy egy felület, vagy egy technológiai rész. Úgyhogy én ebben nagyon belevetettem magam. Hát mondanom se kell, hogy rengeteg tanulópénzt kellett ismét fizetnem azért a tudásért, ami most itt van, de talán ez a tudás az meg tud védeni a jövőben. És ha engem meg tud védeni, akkor nagyon remélem, hogy mindenki mást körülöttem az én tapasztalataimból. Szóval igazából ez lenne a célja ennek a kis sorozatnak, mert egész egyszerűen pofátlanság, ami megy a világba, és egyébként joggal félnek az emberek, mert azért a kriptópiacon pontosan a szabályozatlanság miatt azért 99%-ban csalások vannak. Jó, tehát ezt ki kell mondani, ezt bátran ki kell mondani. Rengeteg a guru és szakértő. Jó, hát azt is látom, tehát, és még beszélnek is nyíltan, meg okoskodnak. Tehát az a legnagyobb baj, mert azzal viszont óriási károkat okoznak. Talán ezzel a kis sorozattal majd fogunk tudni valamit kezdeni, és majd az emberek is tudnak ezzel kezdeni, mert azt mondom, hogy ha adunk, először adunk, akkor az élet úgyis majd valamilyen formában visszahozza, de minden esetre felháborító, ami megy. Úgyhogy nekem ennyi a személyes motiváció itt ezzel a dologgal, hogy legalább megvédeni az embereket a csalódásoktól. Nem mondom azt, hogy szakértő vagyok a témába, de megvan most már az a kapcsolatrendszerem, ahol le tudjuk csekkolni egy perc alatt a projekteket, és 2 perc alatt megvan az is, hogy azzal érdemes-e foglalkozni, vagy nem. És ezért nem fognak sokan szeretni, mert sajnos tele van olyan emberrel az ország, aki csak a saját profitját nézi, és ezért képes
embereken átgázolni, de engem nem érdekel, hogyha nem fognak ezek a típusú emberek szeretni, mert az egy másik világ. Tudod, ez egy kicsit olyan, mint a Star Wars, hogy vannak a Jedik, meg vannak az ellenerők, ez mindig is így lesz, én ezt az oldalt próbálom megképviselni. Nyilván én is hibázok néha, meg ez talán lesz is életünk végéig, de ha több jó döntést tudunk hozni, mint rosszat, akkor igazából előre tudunk feladni. Itt ennek ez lenne a lényege. Nem mondom azt, hogy mindig mindenbe teli találatunk lesz, mert ez hazugság lenne. Úgyhogy nagyjából ennyi. Nagyon szuper, és nagyon köszi, amúgy, hogy elmondtad a mi értedet, meg így kicsit bemutattad magad valamennyire, majd remélem, hogy egyre jobban meg fognak ismerni téged is, és a Szilvesztert is a nézők, hogyha nézni fogják ezt a sorozatot, amit ugye terveztünk. Van egy nagyon fontos kérdés, amire szeretném, hogyha válaszolnál. A napokban, ugye egy pár hetet tettem fel ezt az élőt, régebben, hogy mondjam, sokat próbáltam ébreszteni az embereket, és körülbelül egy 2 évig teljesen elcsendesedtem, mert én is tapasztaltam magamon egy ilyen kiégést. Tehát mondhatnám úgy, hogy az emberektől, az emberiségtől, a közönytől, az embereknek a hozzáállásához, a világhoz, egymáshoz, és nagyon sokáig nem élőztem. És körülbelül egy pár hetet tettem fel ezt az élőt, amiben elmondtam az embereknek, hogy lett annyi anyagom, és lett annyi tapasztalatom, vagy tapasztalatszerzésem, amit szeretnék megosztani az emberekkel, amit én most tényleg, ahogy látom a világot, és ahogy nézem a világot, azt gondolom, hogy tényleg értéket fogunk adni, és baromi hasznos tudást, és baromi hasznos információkat fogunk átadni az embereknek ezzel az egész sorozattal. És ugye én is hasonló okok miatt kezdtem el a kriptóval foglalkozni, ezt ugye ki is fejtettem, hogy mikor bejött az orosz-ukrán háború, és mindennek felment az ára nagyjából kétszeresére, és csak azt láttad, hogy értéktelenedik el a pénz. Elméletben már nagyon sokat foglalkoztam a témával, barátaimmal, nálam sokkal okosabb embereket már nagyon sokat kérdeztem a témáról, viszont gyakorlatban sosem próbáltuk ki. És mi körülbelül egy ilyen 2-2,5 éve kezdtünk el foglalkozni, úgyhogy na jól van, akkor próbáljuk ki a pénzünket megdolgoztatni a kriptotérbe. Rengeteg szíváson, vesztésen vagyunk túl, és rengeteg nyerésen, és pont, hogy mondjam, ez az, amit mondtam én is, hogy ez gyakorlatilag egy olyan világ, mint a vadnyugat, és nem tudod megspórolni magadnak azt, hogy gyakorlatilag átmentünk a szamárlétrán ez alatt a 2 év alatt, és most már, hála Istennek, én ezt szoktam mondani, hogy mindenki oda rezeg, ahova való, rengeteg undorító, mocskos, gusztustalan üzletet, csoportot, céget láttunk, ami borzasztó, ígéretes ajánlatokkal kecsegtetnek. Sajnos az emberek naivak, hiszékenyek, belemennek, én is, tehát magamról is beszélek, tehát ugyanúgy belementünk, tehát bődületes mennyiségű pénzeket buktunk, időt, pénzt és energiát, és tényleg, amikor a saját szádat égeded meg, a saját kezedet égeted meg, azt egy életre megjegyzed. És igen, bele kellett kerülnem nekem, és bele kellett kerülnünk tulajdonképpen egy olyan körbe, mert nagyon fontos ez, hogy ezek az emberek, akik ezzel foglalkoznak, mocskosok-e, jó lelkűek-e, szívvel, lélekkel csinálják ezt a dolgot, mi az ő miértjük, mi az ő céljuk, mert tényleg a 90-99% az egy átverés, lehúzás, tehát tényleg, mint a vadnyugat. Na most, és pont ez volt tulajdonképpen ennek az egész előadás sorozatnak, vagy élő sorozatnak a célja, vagy az émje, hogy akkor kezdjük egy kicsit felnyitni a szemeket, hogy nem annyira sötét ez a kriptovilág, viszont vannak borzasztó sötét oldalai, mi meg pont azt szeretnénk megmutatni, hogy mi a jó oldala, mi a szép oldala, vagy mi a hasznos oldala, vagy mi az értelmes, mi az okos oldala. És úgy képzeld el, hogy megcsináltam ezt az élőt pár hete. Nyilván az ember kap kommenteket, ugye pozitívat, negatívat, ez teljesen természetes, és a Szilveszterrel csináltunk ugye egy ilyen nagyon hasonló élőt, mint amit most veled, és mondtuk az embereknek, hogy fogunk olyan oktatásokat tartani, olyan Zoom oktatásokat, hogyha érdekli őket bizonyos kriptoprojekt, akkor szívesen megmutatunk nekik olyat, amiben hiszünk, amiben bízunk, amit már leellenőriztünk, amit leellenőriztetek, és szívvel, lélekkel csináljuk. És akkor egyszer csak egy nagyon kedves ismerősöm, aki amúgy tök értelmes, és azon, hogy átlagon felül a gondolkodása, azt mondta, hogy megnézte az élőinket, és hogy megnézte az előadásainkat, megnézte az oktatásainkat, és azt mondta, és ezt a sztereotípiát szeretném, hogyha valahogy el tudnád pukkasztani, vagy tudnál rá válaszolni a saját szavaidra, hogy azt mondta ez a hölgy, hogy ő csak egy dolgot nem ért.
hogyha mi tény, mert én mondtam ugye a nézőknek, hogy én olyan 30 kriptoprojektben vagyok benne, így az elmúlt 2 évem alatt ezt felépítettem egy ilyen portfóliót, de ebből 2 olyan projekt van, amit így nagyon nyugodt szívvel és nagyon nyugodt lélekkel csinálok és végzek, és nyilván akinek van füle, meghallja, aki ki akarja próbálni magát benne és csinálni akarja, akkor annak nyilván segítek, segítünk. És a lényeg, hogy azt mondta ez a barátnő, hogy Csabi, csak egy dolgot nem értek, hogy ez tényleg olyan jó, és tényleg olyan jól működik. Pont amúgy a kriptópiáról volt szó, mert már meséltem neki, meg beszéltem neki róla, és azt mondta, hogy Csabi, ha ez tényleg olyan jó, mert tényleg működik, mert tényleg lehet vele pénzt csinálni, effektíve, akkor ki az a hülye, aki megosztja ezt az információt? Egy, miért nem tartja meg magának? 3, ő ezt nem tudja elhinni, mert hogyha ő tudna valami ilyen információt, akkor biztos, hogy megtartaná magának, baromi gazdag lenne belőle, senkinek nem mondaná el, és hogy szerinte így működnek a gazdagok, és így működnek a milliárdosok. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy borzasztó erős sztereotípia ma Magyarországon, hogy bárki, aki valami jót akar neked mutatni, vagy volt ilyen karikatúra a Facebookon, hogy kinyitod egy hölgynek mondjuk az ajtót, és akkor egyből mindenki rosszra gondol. Tehát, hogy én nem a saját szavaimat akarom mondani, téged akarlak meghallgatni, hogy neked mi a véleményed erről, hogy hogy lehet ezt a sztereotípiát kipukkasztani, vagy te mit mondanál erre? Nézd, az, hogy a sztereotípiák kialakulnak, ez teljesen normális. Tehát, hogyha azt, tehát eleve nem, tehát nem homogén egy társadalom. Tehát, hogy mindenki jön valahonnan, tapasztalt valamit, és mindenkinek megvan egy adott dologról a véleménye és nézete. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell kipukkasztani. Tehát én nem szeretném azt, hogy ráerőltessem emberekre azt a tapasztalatot, ami nekem van. Mert a maximum intravénásan lehetne átadni, hogyha így összekötnek minket 2 vizé hordágyon, és akkor az tök jó lenne, mert akkor átmegy. És én nem is gondolom, hogy győzködni kell embereket. Visszatérve picit a korábbi, elég nagy csokrot fogtál át egyébként, nehéz is erre így ilyenfajta a módon válaszolni. Valóban én is elfáradtam abban, hogy embereket győzködni. Én nem szeretnék. Tehát a hölgy, akivel beszéltél, teljesen igaza van, hogy egyébként, akik most mondjuk úgy, hogy önerőből szerezték a vagyonukat, azok is átestek szerintem azon a fázison, hogy segítsünk embereken. De azért azt látni kell, hogyha nem lehet valakint segíteni, azt viszont el kell sajnos tudni fogadni. Tehát vannak olyan beidegződések, amit nem tudsz kiütni. Mert hát miért is, ki vagyok én? Nem vagyok egy csernus doki, meg nem vagyok... Tehát, hogy az a baj, hogy a tévé tanítja az embereket, a mainstream média tanítja az embereket, és nézzétek meg, a műsorokban a gyűlölködés, a proliság a legalja van most. És miután ez megy 0-24 a fejekbe, ezért sajnos, ugye ennek van egy fiziológiai, meg egy pszichológiai, hogy kialakulnak tudatalatti ilyen reakciók és viselkedési formák. Én továbbra is azt hiszem, hogy az emberek jók. Szóval én bárkivel találkoztam mostanában, például volt egy olyan lábjegyzett asztalos, jött az elektromos csáva, hogy mekkora idióta, most nem mondom csúnya szóval, ahogy élt, az az asztalos, mert hogy ez és az és azt. És kijött ma az asztalos, és egy rendkívül kedves srác, segítőkész, stb. És kiderült, hogy az elektromosos rontotta el, amit elrontott, csak már rögtön mutogatás volt. Szóval a mutogatás az mindig megy, nézd meg. Vagy a negatív, vagy a rossz indulat, az áramlik, özönlik. Tehát nem tudsz jót mondani. Tehát ezt meg kell tanulni, kezelni is, azt gondolom. Én azért is óckodtam az élőtől, ugye mondtam neked, hogy én nem vagyok egy ilyen élőzős, meg ilyesmi, de hogy, mert hogy tudja, hogy fog jönni cunami, mert valaki mindig valamiben rohadt okos. Tehát, hogy nem azt nézik meg egy dologban, hogy mi az, amit ki tudok venni belőle, tehát kiveszek belőle valamit, és beépítem az én kerekegészembe, hanem ha nem illik bele a kerekegészembe, akkor az úgy, ahogy van szar. Tehát, hogy... Igen. Holott úgy építkezem, hogy minden embernek, én azt gondolom, hogy minden embernek van hozzáadott értéke. És értéke. És ha ezeket igazadban. Az értékeket tudnánk összerakni, akkor micsoda dolgok, micsoda világ jöhetne létre. És tudom, hogy lehet, hogy ez picit utopisztikus ebbe a környezetben, amiben most élünk, de én ebben hiszek. És ha más nem, akkor a saját világomat úgy alakítom, hogy ilyen emberek legyenek benne, és megpróbálom kint tartani azokat, akik nem oda valók. És ez teljesen normális. Azt mondom, hogy mindenki ezt csinálja.
De egy biztos, hogy győzködni én nem fogok senkit. Elmondjuk a nézőpontunkat, én is nagyon szívesen elmondom a nézőpontomat, de győzködni semmiféleképpen nem szeretnék senkit. Mert igazad. Ahhoz kevés az idő. És erre van egy nagyon jó, erre van egy nagyon jó példa, amit tanultam az egyik képzésen, és teljesen jogos. Hogyha neked az a feladat, az lenne a feladatod, hogy mondjuk egy nap alatt minél több embert megments, és ezek az emberek ilyen lyukakban vannak 10 méter mélyen, akkor, és ugye elindulsz, az első lekiabálsz, hello, szia, jöttem, hogy megmentselek. És akkor nem jön válasz, akkor most ott állsz, vagy a másik jön a válasz, hogy mi? Hát nincs is fönt. Igen. Pedig ott van nálad a létra, tudod. Igen. És eljutsz a harmadik, aki azt mondja, hogy wow, erre vártam, told a létrát, akkor már ketten vagyunk, akik tudják minél. Akkor elidőzök ezeknél a lyukaknál, ahol süket fülekre találok. Hát biztos, hogy nem. Mert tudod, ez van a mondás, hogy a rossznak elég győzni, nagyon egyszerű győzni. Pont elég annyi, hogy a jók semmit nem tesznek. Tétlenek maradjanak, igen, ja. Igen, igen. Most látom, hogy lehet egy picit rosszul tettem fel a kérdést, vagy túl bővetek, túl nagy volt a csokor, amit összefogtam. Tulajdonképpen azt akartam kérdezni, hogy maga, amikor a kriptópiáról beszéltünk ezzel a hölgyel, ami ugye egy nem csak játék, mi ezt tudjuk, ja. Majd biztos fogunk erről bőven is beszélni, hogy ő azt mondta, hogy nem tudja elhinni erről a játékról, vagy a kriptópiáról, hogy ez jót adhat az embereknek, vagy értéket adhat az embereknek, vagy hogy egyszerűen pénzt rak az emberek zsebébe, hanem ő azt gondolja, hogy itt biztos a vezető, ugye sztereotípia ugye a más scam projektekből és átverés projektekből, ami így működnek, hogy ő azt gondolja erről a kriptópiáról, hogy szerinte itt is a vezetők összefogtak, csinálják, felhájpolják, nagyon sok embertől beszednek pénzeket, és akkor egyszer csak zúgy, leléptek, lehúzták a vécén, hogy erről esetleg egy kicsit, hogy hát te hogy látod? Figyelj, most ezt bármire ki lehet hegyezni. Először is nyilván a kriptópiáról vannak bemutatók, ez nem azért vagyunk majd, de akkor már válaszolok a kérdésedre ilyen szinten. Tehát ez a hölgy nem nézte át a weboldalt. Tehát ott kéne kezdeni, hogy átnézzük a weboldalt, mert körülbelül szerintem 150 órányi olvasmány van rajta. Utána lehet nézni az alapítóknak, munkásságuknak, mindennek. Három, nem MLM, jó? Tehát, hogy azt már megtanultuk, ha az MLM kriptóval párosul, az kuka. Jó? Az gatya. És ezt tartom most is, hogy bárkinek. Tehát, hogy annak ott vége. Ez nem egy MLM, a kettő. Vezetők lelépnek. Már miről lépnének le? Ezt sem tudom teljesen érteni. 2018 óta ők finanszírozzák a projektet a saját bevételeikből. Tehát nem. Ők álmodtak egy dolgot, hogy legyen egy olyan világ, nem tudom, platform, ami olyan, mint a Bitcoin, csak játékos formában, mert sokkal jobban emészthető az embereknek egy játékos formula, mint egy száraz, rideg tartású platform, és egy unikális dolgot akartak létrehozni. Olyannyira, hogyha ezt elengedik, még ők se tudják lekapcsolni. Tehát, hogy hogyan is vennék ki belőle a pénzt, nem tudom értelmezni, de ez csak valószínűleg azért jön ilyen kérdés, mert nem veszik a fáradtságot az emberek, hogy fölmenjenek az adott weboldalra, és tájékozódjanak. Te totálban, ez mindig a saját felelőssége. Tehát én ezt azért hangsúlyozni fogom mindig, minden körülmények között. Nekünk se higgyetek, gyerekek, mi is a saját tapasztalataiból építkezünk. Mind. Tehát nem. Nehogy azt mondjuk, hogy a Boris Csaba vagy az Urbán Zoltán most akkora kriptomágus lett, hogy ettől aztán leszakad az ég. Ez nem így van. Saját, szubjektív tapasztalatokat, véleményeket osztunk meg. A rossz tapasztalatokból fakadóan, de viszont arra törekszünk, hogy tényleg jót hozzunk. De a te felelősséget, hogy az adott, tényleg nézd át. Eleve, ha van egy projekt, aminél nem transzparensek a tulajdonosok, a szándék, a white paper, kuka! Mit bohóckodunk? Azért már a szomszédom azt mondta, hogy és akkor én benned bízok, Józsi. Hát baromi jó. Hát ne bízzál Józsiba, mert nem szakértő. Jó? Tehát, hogy ez egy nagyon fontos mondat. Tehát a hölgynek igazából ezt tudom mondani, hogy át kell nézni egy dolgot, és tökre látszik, hogy nem megértésekből fakadtak a kérdései. Hanem előtt
akkor ugye előítélet, és ahelyett, hogy ugye beletenni a munkát, tájékozódna, megismerni a projektet, a honlapot, a tulajdonosokat, a tervet, az ő mértjét, vagy esetleg mondjuk eljönne egy-kettő-három Zoomra, ahol ugye meghallgathatja a Kriptópia múltját, jelenét, jövőjét, illetve a végén még kérdéseket is tehet fel, ugye? Tehát, hogy igen, ezt általában nem szokták beletenni, hanem egyből ez a, van egy sztereotípia az ő fejébe, egy múlt, egy nevelés, vagy akármicsoda, hát, tehát, hogy ezt én nagyon látom, nagyon tapasztalom. Nem csodálkozok ezen, tehát amennyi szemét van a piacon, és amennyi szeméttel megtalálják az embereket, kialakult egy védelmi mechanizmus, és ez teljesen rendben van. Legalább már az kezd kialakulni. De még mindig akkor a mézes madzagokat tudnak elhúzni az emberek előtt, hogy gyakorlatilag tényleg ez már fájdalmas szint. Tehát igen, látni, megnyomorodni embereket szerintem a legnagyobb alja, amit egy ember megcsinált a másikkal. Úgyhogy nagyon észnél kell lenni, itt valóban észnél kell lenni, hogy tényleg mit képvisel az ember. Úgyhogy, ja, hát kemény menet lesz, meg kemény meló lesz ez, ami most dolgozunk, de hál' Istennek azért itt már, hogy mondjam, szabályozói szinten is, meg egyéb szinten is történnek már lépések, úgyhogy szépen ki lesz ez tisztítva ez a piac. Úgyhogy a végén a jók győznek, szoktuk volt mondani, addig meg ki kell tartani. Úgyhogy igazából ennyi. Nézze meg a hölgy a weboldalt, vagy hát egyébként nyugodtan kérdezhet is. Tehát lesz majd egy meeting, már beszéltem az alapítók, a Hanszékkal, ugye az angolul lesz, de majd fordítjuk, élőbe bejönnek az alapítók, mindent megmutatnak. A Kriptópia full transzparens, ugyanis mindent úgy csinálnak meg, hogy a jogrendnek megfelelő legyen maga a játék is, maga az ebben való részvétel, cakli-pakli. Tehát azt kell mindig megépíteni először a jogi kereteit, és arra építünk egy projektet. Nem az, hogy létrehozunk valami álmot, ami egyébként nem fog a jogrend átengedni, de nem baj, de legalább húzzunk le embereket pénzzel. Mert hogy ez történt, mert a szabályozók le vannak maradva a kriptoprojekt fejlesztőktől. De ez akkor sincs rendjén, és utol fogják érni, és nem felejt. A blokklánc nem felejt, gyerekek. Ez a legfontosabb. Mindenki azt hiszi, hogy na majd ott bújdokolok, meg minden, azt felejtsd. Jó, nincs. Tehát, hogy ilyen nincs. Úgyhogy a legegyszerűbb módja, hogy tisztán és etikusan létezni ebben a világban is, és kihasználni az erejét, és hát venni a fáradtságot. Ez a legnehezebb venni, mert az emberek azért, lássuk be, lusták, és szeretik tálcán kapni a dolgokat. Ingyen sajt csak az egér fogóban van. Csabám, ingyen csak ez annyira él ez a mondás, hogy ezt is mindig elfelejtik, mert az ember hajlamos a felejtésre egy-két-három év táblatába. Nem hát, szabad. Láttuk, mint például a Covid-nál is, igen. Mint ami se történt volna, igen. Mint ami meg se történt volna. Röheg, tehát hihetetlen. Igen. Még azt szerettem volna kérdezni, hogy mint magánember, mint apa, mint családapa, mint vállalkozó, mint üzletember, abszolút átjön ugye a lelkesedésed és a tüzed ugye az egész Kriptópia projekttel kapcsolatban. Ugye nekünk nem kell bemutatni, direkt próbálok olyan kérdéseket feltenni, hogy ugye én tulajdonképpen egy ilyen híd vagyok, közted, közöttetek, és tulajdonképpen az én nézőközönségem között. És hogy te mit vársz, mint apa, mint családapa, mint vállalkozó a Kriptópia projektől, és szerinted mit fog adni ez az emberiségnek és a világnak? Egy szabad teret. Leginkább egyébként vicces, mert pont a Hans hív, mert ugye déltől meetingünk van, mert pont ebbe a pillanatban hív, itt látom a bejövőt, az egyik alapító, hogy hát, hogy mit ad. Én leginkább egy szabad teret, amiben nem a pénzemberek uralkodnak, és nem a politikai erők uralkodnak, hanem az emberekre van bízva, hogy ezzel a lehetőséggel mit kezdenek. És ahogy szűkülnek a lehetőségek a fizikális világba, úgy nyílik egy olló a digitális világba, és nem kell ettől megijedni, hanem egész egyszerűen én azt várom, hogy egy olyan élményt fog elsősorban adni, és lehetőséget az emberek kezébe, hogy ki tudják egészíteni a pénzüket. Tehát, hogy, mert hogy az emberek amúgy játszanak, tehát 3,5 milliárd ember játszik, tehát nem kell őket megkérni arra, hogy ezt tegyék, és ugye az egyre nő ez a szám,
és igazából pénzt költenek, ez egy szórakozási forma. De hogyha ebből tisztességesen egy megfelelő, gazdaságilag megfelelő modellbe összeállított platform lehetőséget nyújt arra, hogy ki tudjanak bontakozni, akár a nulláról, tehát nem az, hogy milliókat megtett be a házad, és ebből mellé tudnak tenni valamit a családi kasszának, szerintem az már egy óriási siker. És másik, hogy élő interakciók vannak benne, tehát mégis olyan, mint az élet. Tehát ott is így fogunk beszélgetni, ha megnézitek, most is digitalizáltam. Társam. Tehát most csak egy szebb környezetben lesz, ennyiről van szó, de igazából úgy van megtervezve, hogy mindent meg lehessen benne csinálni, mint az életbe. Kivéve, még egyszer mondom, hogy nem pénzuralmi rendszerek uralják, hanem az embereké, és abban a pillanatban, hogy ez kiment a blokkláncra, onnantól ez fut, tehát a háncék se tudják lekapcsolni, tehát rajtunk múlik, olyas, mint egy ilyen nagy rezet, és akkor mondom, ezzel mit kezdünk. Szóval nagyon érdekes, szerintem tanulmány is fog ebből születni pár év múlva, hogy mi fog itt történni. Egy biztos, hogy az összefogásra tanít. Tehát, hogy nagyobb sikereket nem lehet elérni a kriptópián belül, hogyha nem fogunk össze. És szerintem ez az alaptanítása a magának a koncepciónak. Az, hogy kizsákmányolsz, ez nem fog menni a kriptópián belül, és szerintem így társadalmilag van egy nagyon jó üzenet, hogy összefogással nagy dolgokat tudtok közösen elérni. Egyedül nem nagyon fog menni. Úgyhogy én nagyon sokat várok tőle. Én már 3 éve lelkes vagyok, én 3 éve velük vagyok, ilyen szinten, de most jutott ugye abba a fázisba, hogy már érdemes az embereknek megmutogatni, mert hamarosan indul a béta, tehát már lehet tesztelgetni. Elképesztő. De hát itt órákat tudnék beszélni, nem azért vagyunk, nem a kriptópia miatt vagyunk itt elsősorban, hanem hogy próbáljuk meg adni valami infót. Aztán persze jönnek majd a kérdések, és akkor ezekre lehet reagálni, de én mindenkit buzdítanék arra is, hogy azért a kriptópia weboldalát azt látogassák meg addig is. Ha van Google fordító, Chrome lefordítja, ha valaki nem beszélne angolul, építünk egy gaming guildet mellé, tehát egy igazán klassz csapat kezd kialakulni e körül, egymást segíteni majd ebbe a világba, hogy hogyan tudunk előrébb jutni, és mindenképp. Szóval egy nagyon összefogott, egy kohéziót próbálunk már most kialakítani, mert fel kell erre készülni, mert jön. Tehát ez itt lesz nem sokára. Hála Istennek, hála jó Istennek. És akkor egy utolsó kérdéssel kérlek szolgálmány nekünk, hogyha már ezt a címet adtuk ennek a mai élőnek, hogy spiritualitás vagy digitalizáció, hogy láttam, hogy leginkább a spirikörökben, amikor elkezdtünk élőzni, nagyon nagy fejrobbanást okozott, hogy Úristen, a Csabi miről beszél, kriptovaluta, digitalizáció, júj, ez ördögtől való, ez a sátán, ez a rabszolgarendszer, ez a rabszolgásításunk, és hogy maga a spiritualitás szerinted hogyan fog megmutatkozni, esetleg hogyan fog összeolvadni, vagy kéz a kézben járni a kriptópiában, vagy a kriptópia világában? Igazából nem csak a generálisan onnan, hogy az alapítók is full spirituálisak. Tehát onnan jött az indítatás, hogy egy ilyen termék elkészüljön. Mert pontosan nem is látják, hogy mi zajlik a világban. Az, hogy digitális térben működünk, az egész egyszerűen a halmazt kéne itt látni. Tehát van a digitalizációs halmazunk, meg a spiritualitás. Ez nem így van, hanem össze kell tolni, és ennek van egy metszete középen. Tehát attól még emberek vagyunk. Most mi is, hogy beszélgetünk, az, hogy digitális teret használunk rá, ezt a kort éljük. Mindig volt valami. Tehát én emlékszem, hogy a mobiltelefon is ördögtől való volt. Én Stikában megvettem az első mobilomat, és édesanyám majdnem kivágott vele együtt annak idején, hogy mit képzelek. Igen. Nem fogták föl. Hát ő meg ma meg nyomogatja a játékokat, érted? Nyugdíjasként. Igen. Nem tudom lekapítani róla. Szóval ez mindig egy első ilyen reakció. Szóval szerintem nem szabad, ha valaki nagyon spirituális, pont ezt kéne megérteni, hogy tehát nem szabad fanatikusnak lenni, elasztikusnak kell lenni a jelenlegi világunkban. Nem tudunk más csinálni, olyan gyorsan változik. Tehát az információ, mint ha nézünk egy egységet, ez évente duplázódik. Tehát ha valaki nem tanul, nem fejleszti magát, az 2-3 év múlva, hát nem csodálom, hogy azt érzik, hogy azt se tudják, hogy hol vannak az emberek. Tehát nem teltem, ezzel kezdtem. Tehát a tudásom ugyanaz, amit 20 éve megszereztem, azzal nem fogok
tudni értéket hozni a jelenlegi rendszerbe. Ergo a bevételem csökkenni fog, magyarul az életszínvonala. De ha kettőt ötvözni tudjuk, és elasztikusak vagyunk, akkor viszont van esély, ha ötvözzük ezeket a tereket, mert azért nem mindegy az, hogy egy agyonlövöldözős horrorjátékkal játszik valaki, vagy egy jó, logikailag jól felépített, emberek együttműködésén alapuló koncepcióba csattam bele, ahol az eredendő üzenet az ez, hogy fogjatok össze gyerekek, mert úgy elég komoly bevételeket tudtok csinálni, anélkül nem, és segítsetek egymásnak. Ez az üzenete, hogy ez most pluszban egy digitális teret ad, az meg azért nagyon jó, mert jöhet még egy Covid, menjen megszorultak, nem tudtak dolgozni. És lehet, hogy lesznek ilyenek. Tehát én azt gondolom, hogy kell egy digitális bevételi láb mindenféleképpen. Az, hogy ez most a kriptópia vagy nem, hát ezt mindenkinek ki kell alakítani. Nyilvánvalóan ez se fog mindenkinek, tehát ez olyan, mint a Nike, hát nem hord mindenki Nike cipőt, vagy Adidas cipőt, vagy nem tudom, ilyen-olyan cipőt. Az egyik hord ilyet, a másik, amit a kriptópia meg fogja találni az ő közösségét. Itt nem az a cél, hogy bárki hittérítsen ez ügyben, csak annyi a cél, hogy mert én ugye ambassador vagyok a kriptópia, korai befektetője vagyok alapvetően, és ambassador, az ambassador nem kap fizetést, tehát nem kell rögtön abba gondolni, hogy nekem úristen, mennyi fizetést, nem ad, nem ad fizetést a kriptópia. Ezt azért sem, mert az embereknek meg kell hallják. Azt, ennyi az üzenet, az, hogy ő mit hall meg, és ezzel élni fog-e, az már nem az én dolgom. Az nem az én dolgom. Az az ő szintje, hogy ő hol van, akkor fog jönni. Ha nincs ott, akkor meg nem fog jönni. Nincs ezzel semmi baj, ahogy említettem. De annyira erős a belső motivációm, hogy megértsék az emberek, hogy mi ez, valójában mi ez a kriptópia projekt, hogy de jól elmentünk kriptópia irányba, tehát hogy azért nem erről lesz szó itt a sorozatunkban, hanem nyilván a kérdések alapján elemezgetünk, stb. Ja, de ez a fő üzenete. Tehát nem kell külön választani a spiritualitást a digitális tértől. Ma a digitális térben vannak spirituális emberek, akik zoomokon nyomják. Tehát például, most mi van? Például. Így van. Ja, de az újdonság mindig ijesztő, de ha tényleg valaki veszi a fáradtságot és végigolvassa a weboldalt, meg a white papert, meg a célt, meg az egész vízióját, akkor rá fog jönni, hogy ez itt más kávéház. Be is mondhatod nyugodtan, hogy a pontos weboldalt a nézőknek, hogy keressék meg, hogy találják meg. Cryptopia.com, C-R-Y, az eleje Cryptopia, nem hosszú óval, .com. Igen. Ott minden meg. Nyugodtan tájékozódhatnak, és akkor olvasgathatnak, igen, illetve a Zoom-on is természetesen várjuk őket szeretettel. Igen. Zoli, persze, ezt majd megbeszéljük. Azt akartam mondani, hogy nagyon, nagyon köszönöm, hogy itt vagy velünk, és hogy itt voltál, és hogy bízunk benne, meg azt is beszéltük, hogy ugye több részletet, több sorozatot fogunk ebből csinálni, illetve a Szilveszterrel is. Megnéztem azóta a Facebooknak így a szabályrendszerét, hogy hány ember tudunk maximálisan behívni az élőbe, tehát összesen három részre tudja osztani a kamerát, tehát hárman lehetünk benne élőadásba a Facebookba. Hát majd meghívjuk. És akkor majd... Majd házat is meghívjuk. Így van, meg Szilveszter. Már bekövetett téged a házat, tulaj. Super. Szóval nagyon nem kell, Csabikám, ne haragudjatok, el is engednénk, nyugodtan lépjél ki, én még egy pár szót szólok a nézőkhöz, és akkor zárom az adást. Köszönjük, hogy itt voltál, és akkor csináld a dolgot. Nem tudom, hogy kell kilépni a tiédből. Majd mindjárt kilépek, mindjárt megoldom. Van ott elvileg ilyen gomb, hogy kilépés, vagy valami ilyesmi, és akkor köszönjük, hogy itt voltál, és további szép napot. Köszönöm, hogy ilyen nagy audiensnek, közönségnek bevállaltad, hogy így együtt lehetünk. Mondom, nekem ez szokatlan, mert élőt sose csináltam, de nyilván megtisztelő a kérés. És igazából az utolsó üzenet az, hogy mindenki vigyázzon magára. Mert egy hullámos utas időszak jön, én azt láttam gazdaságilag is mindenhogyan. Védjétek meg magatokat, keressétek a megoldásokat, és tényleg ne legyetek restek. Most meg végképp, mert ezt a hullámvasutas időszakot meg még úgy inkább ki fogják használni a csalók és mindenki. Úgyhogy védekezésre föl. Egy defenzív, offenzív
Így van. De offenzív stratégia kell ide. Az se jó, hogyha bunkerba beülünk és semmit nem csinálunk, mert a világ elhalad mellettünk. Úgyhogy Csabikám, köszönöm szépen, üdvözlet a követőidnek, aztán találkozunk vagy a kriptópiában, vagy a kriptópián kívül. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy itt voltál. Szia, 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 Zoli. Na, hát akkor nagyon örülök, és nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk, vagy itt vagytok velünk, és nézitek ezt az adást. Aki csak még csak most csatlakozott be, annak később visszanézhető lesz ez az élő, mert ugye a Facebook ilyenkor mindig közzé teszi az idővonalamon. Ráadásul van már olyan funkció, hogy le is tudom menteni az egész videót, és akkor én ezt lementem, meg fogom osztani a Facebookon, az Instagram felületemen, a YouTube csatornámon, illetve a TikTok csatornámon, és akkor ez lesz tulajdonképpen ennek a sorozatnak tulajdonképpen a nyitó darabja, vagy az indító darabja, ahol elkezdünk beszélgetni tulajdonképpen arról, hogy olyan megoldásokat és olyan, nem is az, hogy tanításokat, inkább olyan információkkal szolgáljunk nektek, amivel könnyedebben fogtok boldogulni a kriptotérben, tehát azt a párnyi tudást, amin mi már túl vagyunk, amivel mi megégettük magunkat, amivel mi megjártuk, azt szeretnénk, hogyha ti megspórolnátok. Én elmondok most nektek egy párat ebből, amit én ugye megtanultam ebben a szamárlétrában vagy tanuló útban. Tehát ugye Zolit tudom ismételni, hogy sajnos nagyon-nagyon észen kell lenni, nagyon-nagyon résen kell lenni, vedd körbe magad mindig olyan embereket, de ez minden szakmára igaz. Tehát, hogyha te meg akarsz tanulni egy szakmát, bármit, akkor mindig olyan emberekkel vedd körbe magad, akik már ott tartanak, ahol te tartani szeretnél, illetve már tettek le valamit az asztalra abban a szakterületben. Szokták mondani, hogy ha te vagy a legokosabb ember a szobában, akkor az a szoba nem a te szobád. Illetve, hogyha körbeveszed magadat 5 olyan emberrel, aki pozitív, jó lelkű, tett le valamit az asztalra, jó ember, prosperál, gazdag, vagy felépített magának egy anyagi egzisztenciát, akkor ha te 5 ilyen emberrel körbeveszed magad, akkor egy év múlva te leszel a 6. Vagy hogyha körbeveszed magadat 5 darab ilyen negatív, besavanyodott, pessimista, meg lehurrogó emberrel, akik amúgy semmit nem tettek az életbe, de nyávogni, panaszkodni tudtak, és mondjuk anyagi nehézségekkel küzdenek, akkor ne csodálkozz, hogyha minél többet töltesz velük, minél több időt töltesz velük, akkor egy év múlva te leszel a 6. Szóval gyakorlatilag a célunk ezzel az előadás sorozattal, vagy élő sorozattal az az, hogy közelebb hozzuk az embereket ahhoz, hogy megteremtsenek maguknak egy anyagi biztonságot, és hogy mindenki vállaljon felelősséget magáért, és a tetteiért, és a boldogulásáért, és hogy ne a kormánytól, meg Orbán Viktortól, meg Putyintól, meg Trumptól várd a boldogságot, meg a jólétet, meg a fehér kalaposoktól, meg az UFO-któl, mert rohadtul nem fog senki se megmenteni, soha nem mentett meg senki se senkit, és senki nem tud senkit se megmenteni, te csak magadat tudod megmenteni, illetve a szeretteidet és a családodat, és még van, hogy őket sem, mert sajnos, de mindenkinek egyéni döntése van, és egyéni felelősség vállalása. Ahogy Szepes Mária írta egyszer, nem tudom szó szerint idézni, hogy nehéz sokszor végignézni, hogy rohan esetleg egy barátod vagy a szeretted a vesztébe, de egy idő után belejön az ember, és rájössz, hogy tényleg csak magadat tudod megmenteni, és csak magadat tudod gyógyítani. Na, szóval ennyi lenne tulajdonképpen ennek az élő sorozatnak a lényege, és ahogy ígértem, megosztottam már régebben egy posztba, de majd lehet, hogy bekommentelem ez alá a videó alá, minden nap, most egy pár hétig, hétfőtől péntekig fogunk tartani egy Zoom oktatást, akkor a kriptópiát és a kriptópia világát és a kriptópia projektet fogjuk bemutatni. Ez minden nap este 6-tól, tehát hétfőtől péntekig este 6-kor kezdődik, és hétig általában befejezzük, és a Zoom prezentáció végén lehetőség van kérdésre, akár chat ablakba, akár hanggal, akár videóba lehet kérdezni, illetve
hétfő és szerda este van egy másik nagyon komoly kriptoprojekt, amiről sajnos a Facebook szabályzata úgy tudom, hogy nem engedi, hogy többet eláruljunk róla. Azt pedig hétfő és szerda este szoktuk tartani a barátaimmal, este 7 órakor, és azt pedig este 8-ig be szoktuk fejezni. Szóval zárszónak ennyit szeretnék mondani, hogyha szeretnél tanulni, hogyha érdekelnek olyan lehetőség, amivel abszolút azt gondolom, hogy okosabb leszel, bölcsebb leszel, tudatosabb leszel, és nagyon nagy mértékben hozzá tudsz járulni ahhoz, hogy anyagi biztonságot tudjál teremteni magadnak, és a családod és a szereteid számára, akkor javaslom, hogy tarts velünk, és nézd meg ezeket a Zoom előadásokat és Zoom oktatásokat, illetve hogyha bármi kérdésed vagy kérdésetek van, akkor nagyon jó szívvel és örömmel vesszük, hogyha ide a videó alá bekommentelitek, illetve hogyha nem akarjátok nyilvánosan, mert szégyellitek, akkor privát üzenetben, hogyha elkülditek nekem, akkor próbálom azt csinálni, és próbáljuk azt csinálni, hogy a nagyon hasonló vagy ismétlődő kérdéseket összefogjuk egy ilyen csokorba, és azt beszéltük Zorival, Urbán Zoltánnal, illetve Stemmer Szilveszter úrral, hogy próbálunk ugye hétről hétre, vagy élőadásról élőadásra ezekre a kérdésekre felkészülni, tehát gyakorlatilag ti fogjátok megszabni, hogy miről beszélünk a következő ilyen élő videóban, és próbálunk tényleg az ilyen alapvető kérdésekre válaszolni, és még egyszer mondom, nem kell szégyellősködni, nincsen hülye kérdés, mi pont azért örülünk ezeknek a kérdéseknek, mert lehet, hogy ami nekünk evidens, vagy már evidens, abszolút nem jut eszünkbe, ezért minden kérdést nagyon szívesen veszünk, és örömmel veszünk, és ezekre a kérdésekre fogunk válaszolni a következő ilyen élő bejelentkezéstél. Én nagyon köszönöm, hogy itt vagyok, hogy itt vagytok, hogy itt voltatok, és hogy néztétek, és hogyha tetszett, akkor ajánlom, hogy kövessétek be a csatornámat, mert egyre több ilyen tartalmat fogtok látni tőlem és a barátaimtól, akiket amúgy mentoraimnak tekintek a kriptotérben és a kriptoüzletben és a kriptovilágban. Ilyen a Zoltán, ilyen a Szilveszter, őt is majd nem sokára látni fogjátok, és javaslom, hogy ezekre a felületeimre iratkozzatok fel, és hogyha tetszett, akkor nyugodtan hoznak az ismerőseiddel, akár privát üzenetben, akár nyilvánosan, és nyomj egy lájkot, kommenteljetek, és akkor annál több, hogyha úgy érzed, hogy ez érték, másnak is érték lehet, és szeretnéd, hogy minél több emberhez eljusson, akkor ezzel tudod segíteni a munkánkat, és gyakorlatilag a környezetünknek a, mondhatnám így, hogy ébredését, okosodását, és inkább tudatosodását, és ezt is nagyon jó szívvel vesszük. Én ennyit szerettem volna mondani nektek. Köszönjük, hogy itt voltatok, és további szép napot kívánunk nektek. Sziasztok!